Hát akkor még egy kis ráadás, mert eszünkbe jutott egy nagyon jó téma, tehát ez úgy ma a negyedik felfordulás. Ez nem lesz hosszú. Nem úgy, ahogy én szoktam, de tényleg nem lesz hosszú. Viszont egy olyan téma beugrott, ami nagyon sokszor fölben van a térben, nagyon sokan beszélik, nagyon sokan magyarázzák, nagyon sokan szinte általános közhelyén használják, és ez az a téma nem más, hogy kristálygyerekek. Meg a köztes. Jó, és Miklós, mi a véleményed erről? Beszélítés ezek, a kristálygyerekek, meg egyáltalán most leszületettek, hát a most az elmúlt. Csillag nemzeték. No, akkor nézzük ezt a kérdést. Az a helyzet, hogy ahhoz, hogy mondjuk a kristálygyerekeket megértsük, ahhoz vissza kell menni egy kicsit a múltba, egészen mondjuk a 40-es évekig, hiszen a 40-es években kezdtek el születni az indigó gyerekek, így van. Ugye az indigók és a kristályok és a szivárványokról fogunk egy kicsit beszélni. Mert ugye mit érdemes tudni? Tehát vannak ezek az elnevezések, ez az aurára vonatkozik. Tehát az azt jelenti, hogy az aura színére vonatkozik. Tehát az indigó az azt jelenti, hogy indigó színű az aurája, a kristálynak kristályosan csillogó az aurája, a szivárványnak pedig a szivárvány színében pompázik az aurája. Tehát innen származnak az elnevezések. De ugye mit takar ez az aura változás ahhoz képest, amilyen egy átlagember aurája? Ugye ahhoz képest az a változás, hogy ugye azért onnan tudni, hogy más az illető, mert ugye más az aurája, és de miért más? Mert más tudati szinttel született le. Tehát ami azt jelenti, hogy nem inkarnáció következményeként született le, hanem vállalt leszületés. És méghozzá nem akármilyen vállalt leszületés, tehát nem az a fajta vállalás a leszületése, hogy most meg akarom élni gyorsan a problémákat, és mint amiről beszéltem, emlékeztetek, talán az első részben beszéltem róla, hogy megélni problémákat. Ugye ez alatt a 80 év alatt annyi problémát élni meg, mint mondjuk 2 millió év alatt odakint, vagy 20 millió év alatt odakint. És ugye nem ezért születnek le, hanem azért születnek le, hogy segítsenek a többieknek kiszabadulni ebből a reinkarnációs körforgásból. Ezáltal más képességekkel születnek le. Tehát ha megnézed egy ilyen típusú gyereknek, indigó, kristály vagy szivárvány gyereknek a képességeit, akkor azt látod, hogy eszméletlen értelmesek. Tehát leszületésüknél fogva értelmesebbek az átlagnál. Az nem feltétlenül azt jelenti, hogy jobb tanuló, most ne értsétek félre, hanem sokkal jobb a gondolkodás módja, a logikája, érted? Tehát az azt jelenti, hogy a gondolkodás miben jobb? Sokkal magasabb az igazságérzetük az átlagembereknél. Sokkal jobb az az értelmezésük az élettel kapcsolatban, ami történik velük. Ugye a kezdet az indigók voltak, hát ők hozták létre az 50-es évek vége, 60-as évek eleje lázadásait. Ők hozták létre azokat az ellenállásokat. Ők mentek ki tüntetni a háború ellen, stb. Stb. Tehát gyakorlatilag olyan emberekről van szó az indigók, kristályok és szivárványok esetében, akik célzottan abból a céllal küldték le őket, hogy kisegítsék az embereket ebből a posványból, amiben az emberek kerültek. De szó szerint értsétek, hogy posvány. És ugye az indigók nem teljesen váltak be azáltal, hogy túl agresszívak voltak ebben, tehát kevésbé türelmesek, kevésbé békések voltak, mint a többiek. És akkor utána jöttek a kristály gyerekek, akik, de az nem azt jelenti, hogy most nem születnek indigók, nem azt jelenti, hogy most az ilyen gyerekek azok csak kristályok. Jó? Tehát vegyesen történnek ezek a dolgok, és lényeg az, hogy azt a célt képviselik, még magasabb az etikai szint, még értelmesebbek ugye a kristálygyerekek, még inkább ugye képviselik a tudást. Tehát ugye könnyen tanulnak, könnyen elsajátítanak dolgokat, de itt egy dolog a kérdés, hogy mennyire nyomja el a család, illetve a társadalom az indigókat, a kristályokat, a szivárványokat. És ugye a szivárványok esetében is történt változás, ezért jött létre vagyis a kristályok esetén is jött létre változás, ezért jöttek létre a szivárványgyerekek. A szivárványgyerekek azok a legfrissebb születésű olyan típusú gyerekek, akiknek létre kell hozni a változást. Tehát a változás létrehozók azok mind indigók, szivárványok, illetve kristályok, illetve szivárványok. Tehát mind. Mert ugye a hagyományos emberi létforma az inkarnáció során elfelejti, hogy ő honnan jött. A szivárványok honnan jöttek? Illetve nem, hogy mikor kezdtek el leszületni? Ez mind a három típus most kezdett el leszületni. 2000-es évek. Így van, 2000-es években, így van. Tehát mind a három típus előtte nem volt olyan, hogy indigó, kristály, szivárvány. És azóta születnek le. De azt érdemes tudni, hogy ez úgy működik, hogy a képességünket, mielőtt leszületünk, indigóként, szivárványként vagy kristályként, választhatjuk, hogy kapjuk meg. Tehát egyszerre kapjuk meg, mondjuk, mit tudom én, 6 éves korba, vagy 7 éves korba, vagy fokozatosan. Tehát ugye ezt, például ilyen dolgok vannak akkor. Például az ilyen gyerekek, illetve felnőttek, mert ugye egy jó része már felnőtt, például az indigók közül már szinte mind felnőtt. Így van. Azt választhatták, hogy ha valamit bajt okoznak, akkor nem kell várniuk azzal kapcsolatban, hogy mikor kapják meg a negatív választ arra a bajcsinálásra, hanem hamar történik arra válasz. Tehát csinál egy ártó tettet, és mit tudom én, mondjuk egy órán belül már ilyen-olyan problémája lesz azáltal akár. Tehát az azt jelenti, hogy ez egy egyszerűség is, de mondom, nézzük a másik formát, ugye, mert belekezdtem abba, hogy ugye miért egyszerűség, kicsit kapkodok ide-oda, tehát miért egyszerűség, mert sokkal nehezebb kideríteni, hogy mit miért kapsz, ha sok idő telik el az okozás és az okozat között. Világos ez? Minél rövidebb az idő az okozás és az okozat között, annál könnyebben kideríted, hogy miért kaptad azt a dolgot. Jó? Na most, ugye menjünk vissza ahhoz a kérdéshez, hogy ugye mit lehet választani az indigóknak. A többieknek nincs választási lehetőségük. Az indigók, kristályok, szivárványok választhattak olyat leszületés előtt, tehát, hogy mikor kapják meg a képességet. Fokozatosan, vagy azonnal. Ugye én a fokozatost választottam. Azért választottam a fokozatost, mert akkor kapok segítséget a fentiektől. Tehát folyamatos segítséget kapok, tehát mindig azt kapom, amire szükségem van, vagy azt, amit kérek. Mármint tudásban. Most tudásról és képességről van szó. Nyilván a képességünket kapjuk. Tehát vagy megkapja egyszerre akár leszületéssel, vagy hát gyakorlatilag leszületéssel nem kapják meg, hanem egy kis idő után. Mert ugye leszületéskor miért kapná meg a képességét a gyerek, hiszen úgyse tudja használni. Tehát ez azt jelenti, hogy olyan korba kell kerülnie, ahol megkapja a képességét. Én ugye nem így voltam, nem akkor kaptam meg a képességemet, vagy a képességeimet, amikor ugye abba a korba érkeztem, hanem akkor, amikor megérdemeltem. Tehát ez azt jelenti, hogy ugye nekem azért meg kellett dolgoznom keményen, hogy megkapjam a képességeim, de én ezt választottam. Na most ugye ez azt jelenti, hogy neked is volt választási lehetőséged, hogyha te indigó vagy, vagy kristály, vagy szivárvány. Ugye mi a különbség a három között, hogy a legokosabb, értelmesebbek a később leszületettek. Ez azt jelenti, hogy a szivárványok a legokosabbak, legértelmesebbek. Ők vannak még jelenleg a legkevesebben, és a nagy része az nem is felnőtt, hanem még gyerek. De ez azt jelenti, hogy olyan dolgokat látsz például felnőttként az ilyen gyerekeknél, hogy a jó Istenbe van ilyen tudása, hogy a fenébe mond ilyen dolgokat, mikor én se tudom. Érted? Tehát az azt jelenti, hogy kapja az üzeneteket. Van egy mentális kapcsolat. Ugye a többi embernek ez a mentális kapcsolat, ez nem ilyen formában létezik. Ahhoz, hogy ez a mentális kapcsolat működjön, hát azt a kapcsolatot létre kell hozni. Tehát ezáltal ugye ezek a gyerekek teljes egészében arra születtek le, hogy kivezessék ebből az útból az emberiséget. És egy normális életformát kezdjenek megélni az emberek, és ne ezt, amit most csinálnak. De nyilván, nehogy azt higgyétek, hogy minden gyerek ilyennek születünk, valamelyiknek a három közül, dehogy is. A legtöbb gyerek az hagyományos gyerek. Tehát ami azt jelenti, hogy nem szivárvány, nem kristály, jó? Tehát nem az. De aki az, annak érdekes, tehát érdemes lenne tudni. Honnan tudod, hogy az van? Az azt jelenti, hogy az vagy. Tehát gyerekkorodtól sokkal az átlagosnál magasabb az igazságérzeted. Tehát innen tudni. Ha te az átlagosnál magasabb igazságérzettel rendelkeztél gyerekkortól fogva, akkor tudni, hogy nem átlag születésű vagy. És ha ugye mindig voltak olyan gondolataid, hogy hát ez számomra, vagy úgy néz ki, hogy ez nem tisztességes, nem etikus, nem becsületes, érted? Akkor ez biztos, hogy ennek születtél. Érted? Tehát biztos, hogy ennek születtél. És tehát innen tudni, hogy sokkal nagyobb igazságérzettel rendelkeznek, mint az átlagemberek. Persze ezt el lehet tompítani mindegyiknél, akár a szivárványnál talán kicsit nehezebb, a indigoknál sokkal könnyebb volt eltompítani ezeket a képességeket. Tehát itt inkább arról szól ez a rezgés különbség, hogy nehezebb legyen eltompítani ezeket a különbségeket, vagy ezeket az egyediségeket, ezeket a képességeket. Jó, tehát eltompítani, mert ugye az indigoknál viszonylag könnyen sikerült az eltompítás. A kristályoknál már nehezebb ezeknek a képességeknek az eltompítása. A szivárványoknál még nehezebb. De ha megnézitek, mindent bevetnek annak érdekében, hogy a gyerekek képességeit eltompítsák. Mindent bevetnek. Tehát szó szerint. Születtették le őket most? Ebben a nehéz időben? Hát, hogy bevigyék az embereket az aranykorba. Tehát, hogy bevigyék egy olyan társadalomba, ahol fejlődhetnek töretlenül. Ugye mi különbség van az aranykör és a jelenlegi társadalmi forma között, hogy itt van elnyomás, az aranykorban nincs elnyomás. És miért fontos, hogy ne legyen elnyomás? Azért, mert addig, míg van elnyomás, te tanulsz, fejlődsz, és amikor elnyomást kapsz, akkor elfelejted a tudásodat. Ameddig az elnyomás hatása alatt élsz, addig elfelejted a tudásodat. Egyszerűen nem tudod alkalmazni a tudást. És nem lehet úgy fejlődni, hogy így. Érted? Tehát fejlődni így lehet. Hogy van kisebb mozgás, de nem nagy. Érted? Tehát nem lehet így fejlődni. Az azt jelenti, hogy ha amennyit fejlődtél, annyit visszaessel, az nem fejlődés. Érted? Utána megint fejlődsz ugyanennyit, megint visszaessel, mert kaptál egy elnyomást. Ügyelőként azt számít, hogy esetleg avval, hogy magasabb rezgésre van, a föld rezgését is segítik? Segítik, persze. Hát nyilván minél magasabb rezgésűek bárki, emberi lényről van szó, annál magasabb a föld rezgése természetesen. Tudatosan nem tudja csinálni. Persze. De alapvetően ugye magas rezgésűek, de ha megnézed, ennek ellenére mégis azt látod, hogy bekerülnek az általános iskolába, és már nem olyan magas rezgésűek átlagosan a gyerekek, mint mondjuk ezelőtt 30 évvel, vagy 25 évvel. Érted? Tehát már nem olyan jó állapotúak. Tehát mondom, a hatalom mindent elkövet annak érdekében, ugye a lentiek segítségével, lentiek manipulációjával. Azért tudni kell azt, hogy a magasabb hüllőgénekkel rendelkezőket azért könnyebben manipulálják a hüllők, mert magasabb hüllőgénekkel rendelkeznek, tehát jobban összepasszolnak. És ezáltal ugye a hatalomban lévők, illetve azok a személyek, akik vezetői pozícióban vannak, ugye sok esetben különböző helyeken, azok sokkal könnyebben manipulálhatók pszichopataként, mintha nem pszichopaták lennének. Jó, tehát visszatérve ugye a föld rezgésére, meg a gyerekek rezgésére, tehát ugye itt a szülőknek van nagy felelősségük, tehát a szülőknek legalább annyit tudniuk kellene, hogy a gyerekük az nem átlagos képességű. Ez gyorsan kiderül. Gyorsan születésénél fogva, nyilván nem az első hónapokban, hanem később, amikor már a gyerek elkezd kommunikálni, majd elkezd akár beszédben kommunikálni, és elkezdi. Hát ugye egy gyereken már kicsi korában lehet látni, csak a nézéséből, hogy mennyire értelmesen tud nézni. Érted? És abból látni már, hogy mennyire értelmes gyerek lesz. Tehát ez a dolog, ez a szülői felelősséget egy kicsit megnöveli, hogy a szülők mennyire figyelnek oda arra, hogy egy fokozott képességű gyerekről van szó, mennyire figyelnek arra oda, hogy lehetőleg ne engedjék beállni a sorba a gyereket. Mert ugye a sorban lévő gyerekek azok nem olyanok. Érted? És ne engedjék beállni a sorba. És ne az legyen, hogy mindenben a tanítónének meg a tanárnak van igaza, érted? Én simán vitatkoztam a tanáraimmal alsó tagozatban. Simán. Ezért ugye negyedikig én nekem 2-es volt a magatartásom. Ha meg lehetett volna buktatni magatartásból, akkor tuti megbuktattak volna. Csak hála Istennek abból nem lehetett megbuktatni. Tehát leálltam vitatkozni velük. Nekem volt első-másodikban igazgatói intőm is. Nem azért, mert rossz voltam, hanem azért, mert egyszerűen az igazságot nem tudtam szó nélkül, igazságtalanságot nem tudtam szó nélkül hagyni. És ha valamit olyat mondott a tanárnő, akkor leálltam vele vitatkozni, illetve a tanítanő. És onnantól kezdve most gondold végig, mennyire voltam a kedvencük. Volt egy-két tanár, aki szeretett, de hogy a többség nem, az biztos. És ezeket a gyerekeket nem célpontként meg is próbálják különböző entitások? Szállni, illetve lokalizálni? Nem tudják, mivel magas a rezgésük. Tehát nem tudják. Tehát akkor tudnak valamit az emberrel egyáltalán csinálni, beleértve a gyereket is, hogyha leengedjük a saját hangulatunkat, a saját rezgésünket. Vagy betesszük olyan iskolákba, vagy onnan, ahol tönkreteszik. Így van, így van. Na az oktatás ez óriási ludas. Hogyne, persze. Hát megnézitek a gyerekeket. Ha volt iskoláskorú gyerekek, gyereked már, akkor látod, hogy bekerül az iskolába, az elsősök, mint a fecskék a villanydróton, érted, ott csivitelnek, na nézd meg a nyolcadikosokat. Na hát azok már nem. De lehet látni. Lehet látni. Nem, mondjuk mondjuk egy évnyitón vagy egy évzárón, ahol ott lehetnek a szülők, ahol nem tudnak kimenni cigizni, hanem mindenki ott van. Valahogy tud feljel állni. Tökéletesen látni, hogy elrontja a gyerekeket. De látni azt, hogy már a másodikosok nem annyira csivitelnek, a harmadikosok még annyira se. A nyolcadikosok azok már búval baszottak. Szó szerint. Érted? Akkor jön a közép, meg az egyetem. Én, akkor az meg már még rosszabb, is. Persze. De még rosszabb. Már biorobot. Így van. Tehát gondold végig, ez gyönyörűen látni, hogyha ezt megfigyelted. Én ugye a gyerekeimnél ezt figyeltem. Gyönyörűen észrevehető volt. Ugye jó volt, mert 6 év korkülönbség volt a kettő közt, ezért láttam a hatodikos, vagyis a hetedikbe menőt, meg láttam az elsőbe menőt, érted? És láttam, hogy micsoda óriási különbség van a hetedikesek közt, meg az elsősök közt. Ugye akkor is már foglalkoztam emberek képzésével, amikor ugye ők általános iskolába, az idősebbik már általános iskolába ment, akkor már elkezdtem ugye emberek képzésével foglalkozni. Az azt jelenti, hogy 93-ban. A Gergő fiam, az idősebbik, aki szokott ide jönni, csak most nem tudott jönni, ő ugye 94-ben ment elsőbe. És akkor ugye én már emberek képzésével foglalkoztam. Már egy éve. Szóval, mondom, ez nagyon jól észrevehető a gyerekeken, hogy milyen képességekkel születtek le. Itt a szülői felelősség. És itt van a szülői felelősség. Utána jön a társadalom. Így van, így van. Tehát ugye elsősorban a szülő. Utána például, mit tudom én, elkezd nőni az a gyerek, bekerül egy serdülőkorba. Hát, hogy milyen barátokkal engeded össze? Érted? Kontrollálod el, hogy kivel ismerkedik ott a barátokkal. Mert ugye ez egy kulcskérdés, mert a barátok úgy elviszik őket, mint a húzat. Hát most gondoljátok végig, én nekem soha életben nem volt olyan barátom, aki dohányzott. Soha. Érted? Tehát nekem nem kellett olyan barát, aki dohányzott, de nem is volt olyan barátnőm se, aki dohányzott. Érted? És csak most egy példát mondom, hát a legtöbb dohányos hogy lett dohányos? Az, hogy a környezetében dohányoztak. Hát... Gondold végig. Nekem nem egy olyan ismerősöm van, aki úgy lett dohányos, hogy a környezetében dohányoztak. Tehát magától az emberek nem lesznek mondjuk dohányosak. Nem? Beleviszik. Persze, beleviszik. Próbáld ki. Ne? Így van, így van. Sőt, még sokszor ugye mi van ebben kapcsolatban, hogy próbáld ki. Még lenézik, hogyha nem próbálja ki. Mi gyenge vagy, mi szori vagy. Így van, így van. Mi van, félsz? Így van, így van. És egy olyan társaságban nősz föl, ahol még mondjuk többen is voltunk, na hát akkor az már egy komoly kihívás. Így van, így van. Na tudod, ezt én azért éltem végig, mert én a Rózsalomban születtem, ott nőttem föl, és hát abban az idő, amikor én gyerek voltam, azt úgy hívták, hogy galeri. Nem is egy volt. Persze. Na hát abban nagy divat volt azok között, hogy mi. És akkor ugye voltak olyanok, akik már nyomták, és nekem emlékszem, hogy a szüleim azok nem voltak ilyen szigorúak, azok na, mindent megengedtek. És a saját apám vett nekem egy doboz cigit. Hát fiam, nem kell, nehogy úgy csináld, nem, mert itt van. És akkor kétszer próbáltak, egyszer egy ilyen fűszűrőst, azt hiszem fecska volt, utána jött egy keményebb, az nélküli volt, most vagy terv, vagy valami hasonló, nagyon durva volt. Munkás. Igen, de valami nagyon durva volt, és azt láttam, hogy ültünk kint az Eszter utcában, az a Rózsadombon van, ültök kint a padon, mindenki cég, és ott átmenet, és akkor ott néz, kaptam egyet, és én még nem gyújtottam meg. Csak hát jó szeműek voltak a szülők. Azt tudták, hogy ha nem ő vagy, akkor ott fogják, és onnan már örökre kapom. És nagy tanítás volt, hogy már én vittem egyet. Én akkor kibontottam, milyen menő arc vagy, hát látszik, hogy te vagy velünk. És kibontottam, és meggyújtottam, egy sluk volt. Kiköptem, és odaadtam annak, akit szívtam. Mondtam, ez is a tiéd. És akkor jött még, hát az azért, mert az filteres, az lányos. Az lányos. Volt ott Velence cigi, minden volt ott. Yeah. És akkor kaptam egy komolyabbat. Azt is odaadtam. És akkor nem volt az, hogy mi van, milyen, hagyjál már, meg ne játsz magad. Föl odaadtad, tehát látni kipróbáltad, odaadtad, de nem azért adtad oda, mert nem, és neki is adtam. És nem cikiztem senkit akkor sem. Nem cikiztem senkit. Tehát nekem a cigimet a saját szülei adták a kezembe, nem azért, hogy szokjak rá, hanem nem tiltás volt, hanem tessék. És soha nem cigiztem. Soha. Hát most a kábítószer az már eszembe se jutna. Az nem a szülő odajön, és na szívjál meg egy kis jointot. Hála Istennek, ha mi időmben nem volt kábítószer. Nem, azért mondom, hogy nem. Szóval azért mondom. Jó, és köszönöm, hogy elmondtad, mert ez fontos volt, nagyon fontos volt, amit mondtál, mert te beszélsz is erről, meg ez itt is téma, és egy picit olyan kis rövidbe tisztába is tetted, hogy nem véletlen születtek le, okuk van, felelősségük is van, de még nagyobb felelősségük van azoknak a családoknak, hova leszületik, mert akkor tudja beteljesíteni a feladatát, ha a család is olyan. Így van, tehát az nagyon sokat ront a helyzeten, hogyha a családi helyzet a gyereknek mondjuk olyan elnyomást kap, vagy annyi leértékelést kap a gyerek, mert ugye az is elnyomás a leértékelés, hogy gyakorlatilag azt az önérzetét, azt az önbizalmát, vagy önbecsülését tönkreteszik, ami van benne. Hát ott aki tönkreteszi szülő, annak is tönkretették az ő szülőt. Persze. Hát ez egy mély láncreakció. Tovább. Így van, valaki egyszer majd megállítja. Majd az ő gyerekén. Hát ugye, igen. Jó. Ugye tudjátok, hogy a karma, az lehet családi is. Olyaj. Családi karma is. És nemzeti is. Hát a nemzetnek is van karma, azt már arról beszéltünk, igen, de családi karma is van, tehát nem csak személyes karma van, családi karma. Tehát ezt meg lehet figyelni, hogy például az apja is alkoholista volt, a nagyapja is alkoholista volt, ő is alkoholista. Így van, hát ez családi karmák. Akkor mit tudom én, például az anya is túlerős volt, a nagyanya is túlerős volt, a dédanya is túlerős volt. Még ez is családi karma, képzeld el. És akkor ezáltal a lány is túlerős. És ezt hogy lehet egyensúlyba tenni? Hát ugye az ember felfedezi azt, hogy mit okoz avval, mondjuk egy hölgy, ha túlerős. És akkor rájön arra, hogy gyengéddé elkezd válni. Ugye a nőknél nagyon fontos, hogy gyengédek legyenek. Nem gyengék, gyengédek. Így van. És ugye miért káros a túlerős nő? Azért, mert lesz egy túlerős lánya, vagy ha fia van, akkor meg túl gyenge lesz, ami azt jelenti, hogy el fog venni egy túlerőst hozzá képest, és hogy boldog nem lesz a kapcsolata, az biztos, mert egy férfi se érzi magát jól egy túlerős feleséggel. Ez hód biztos. Jó? És ezáltal ugye mit lát a gyerek már eleve, hogy például a nő azt látja, hogy nem jó anyának lenni, ezáltal ugye még azt is meggondolja, hogy szüljön-e. A férfi meg azt látja, hogy milyen erős az anyja, ezért keres egy olyan nőt, aki nálánál erősebb, és ugyanazt megéli, mint a szülei. Ez egy karma. Úgyhogy nagyon durván. Nagyon durván. Komoly tanítás. Nagyon durván. Pláne a felismerés. Így van. Nagyon ki lehet menni belőle? Hát ha felismeri. Ha döntés. Hát először felismeri. Fel kell ismerni, mondjuk a nő esetében, hogy ő túl erős, a férfi esetében meg azt, hogy túl gyenge. És nem hiszi azt, hogy attól onnantól lesz, hogy gyengévé válik, hanem elfogadhatóvá válik. Tehát gyengéddé kell válni a nőnek, nem gyengévé. Kifelé kell erősséget mutatni, nem a párral kapcsolatban. Tehát kifelé. Kifelé lehet erős. Azzal nincs gond. De a párjával és a gyerekeivel nem lehet erős egy nő. Tehát az erősséget a férfinak kell mutatni. Manapság a férfiak lagymatagok, gyengék. Ami azt jelenti, hogy nem a nőnek kell a gyerekeknek parancsolni, hanem a férfiaknak. A nő csak annyit kell, hogy csináljon, hogy figyelj, ha nem fogad szót, akkor szólok apádnak. Ennyi. Tehát ez nem parancsolhat, és ez régen így volt. Így van, engem így nevelt anyám. Nem fogad szót, szólok apádnak. Na rögtön rá szót fogadtam. Így van. És nem parancsolt anyám nekem. Az a baj, hogy most a nők nagyobbak, erősebbek és okosabbak akarnak lenni a férfiaknál. Hát ugye nem csak erősebbek meg nagyobbak akarnak lenni, hanem a nagyobbságot azt vegyük ki. Erősebbek akarnak lenni, hanem erősebbek is lettek. Tehát a párkapcsolatok többségében a nők erősebbek, mint a férfiak. Nem a nők lettek erősebbek, a férfiak lettek beletaposva a betonba. Ez is, az is, mind a kettő, a nők is jóval. Feminizmus révén a nők nagyon megerősödtek. Tehát a feminizmus ugye 100 évvel ezelőtt indult, és onnantól, erről is volt mostanában a tanításom. Igen. Tehát jócskán megerősödtek a hölgyek. Tehát nagyon. Tehát a hölgyek ehhez, tehát gondold végig, 100 évvel ezelőtt a nőknek még nem volt egójuk. Na, erre varjál gombot. Nem otthon voltak, családot kellett. Így van, nem kellett, hogy legyen egójuk. Nem volt egójuk. Hát most ha találsz olyan nőt, akinek nincs egója? Most azért jó, hogy van, mert nem szülnek gyereket, nem akarnak gyereket szülni. Mondom, nem igazán találunk olyan nőt, akinek nincs egója. Férfival kettővel találkoztam, akinek nincs egója, de nővel még nem találkoztam egyel sem. Képzeld el, 2 férfival találkoztam életemben, külön-külön természetesen, akinek nem volt egója. De nővel még nem találkoztam olyannal, akinek nem volt. Neked van egó? Van, persze. Hát tiszta beszél, nem? Hogyne. Nem is kicsi. Csak én tudom szabályozni, már megtanultam. Ez a lényeg, ez a lényeg. Igen. Ez a lényeg. Nem szégyen az. Nem. Hasznos dolog. Hát akkor szégyen, ha nem ismeri el az ember. De túlirajra növesztik. Ekkor mindent azon keresztül. Hát az a lényeg, hogy képesek legyünk, akár mekkora egónk van, azt kordába tartani. Tehát azt nem irányítani kell, kordába kell tartani. Tehát az ego az irányító. Ha nem tartod kordába, akkor irányít téged. Ez a probléma. Illetve nem csak téged, hát mindenki. Engem is. Tehát ezáltal fontos, hogy ne hagyjuk, hogy megtanuljuk, hogy az egónkon tudjunk uralkodni. Tehát szó szerint azt egyet tudsz rajta, hogy uralkodsz rajta, semmi más nem tudsz. Nagyon uralom, hogyha rájössz arra. Így van. Így van. Ez nagyon uralom. A legjobban semlegesen magadnak kell lenni. Így van. Utána már mehet kifele. Így van. Amikor tegyük föl, ülsz itt egy előadó mellett. És neked is van egy véleményed, ő is mond egyet, és ez egy picit csúszik egymás mellett, és akkor nagy uralom. Mert ugye az ego az, szólj már meg. Nem. Óriási. Önfegyelem, uralod. És kiderül, hogy nem lesz ott ellentét semmi, mert a többi más dolog meg helyre billent, mert abban meg ő mond olyat, amiben azt nem is tudtam. Tehát rögtön egyensúly állapot lép be. Csak hát ezt nem abban a percben éled meg. De ha akkor hangos vagyok, meg már onnantól az egóm, azért már nem is hallgatok, szarok én rá, mit beszélt, ez egy hülyeség, ez nem úgy van, és már magamban vívom, de nem mondom még, de magamban megvívom ezt a meccset, akkor onnantól nem is hallok többet. Hallod, és kész, belső hang. Belső hang az olyan, mint egy jó szonár, az megy végig, és közben hallod, hogy hú, de ez milyen jó, ez is jó. És olyan egyensúlyt csinál, hogy nem igaz. Na akkor tudod azt mondani, hogy több is lettem. Itt még nem ült olyan előadó, akitől nem tanultam. Biztos vagyok benne. És még nem is fog ülni olyan, akivel nem fog tanulni. Ebben is biztos vagyok. Köszönöm, Miklós, hogy ezt még befejeztük így. Még egy gondolat az egóval kapcsolatban, hogy az egyszer létrejött, azt nem lehet megszüntetni. Az a baj vele. Mert az egyszer van. Tehát a van, az létezik, az onnantól kezdve felépült, azt nem tudod megszüntetni. Ezt egyet tudsz vele, uralkodni rajta. Tehát az egón uralkodni tudsz, vagy nem tudsz. Ez a kérdés. Mindenkinél ez a kérdés. Ezért nem egyforma az ego, mert nem egyformán mértékben van kiépülve az egyéneknél. Van, akinek több az egója, van, akinek kevesebb az egója. Oké, de a legtöbb embernek a mai társadalomban van egója. Mondom, életemben két olyan férfival találkoztam, akinek nincs nővel, még nem találkoztam olyannal, akinek nincs. És miből ismerted fel? Honnan? Két dologból tudjuk felismerni az ego kérdést. Ugye az egyik az, hogy hány egyese van a születési dátumában, és összességében hány egyese van. Ugye múltkor tanítottam a numerológiát egy kicsit, a másik meg a viselkedéséből. Tehát ugye az azt jelenti, hogy képes maximálisan elfogadni. Tehát maximális elfogadással tud működni. Na most gondold végig, hogy mennyire tudsz elfogadó lenni. De ő nem hirdette magáról. Nem. Nem is értette volna, miért kéne hirdetni. Nem. Neki ez volt a természetes, persze. Ez volt a természetes, mind a két embernek. Tehát mind a két ember végtelenül elfogadó ember. Tehát ritka. Nagyon ritka. És mondom, még nőben nem találkoztam, csak férfiban. Ilyennel. Biztos van. Hát biztos van nőben is, de én még nem találkoztam olyannal. De ővelük személyesen találkoztam. A végtelen elfogadó az a jóba is és a rosszba is? Így van. Nincs jó meg rossz neki. Hát de van jó meg rossz, csak hogy ne lenne. Csak képes elfogadni. Így befolyásolható. Nem azt jelenti, hogy befolyásolható. Azt nem jelenti. Az elfogadás azt jelenti, hogy képes kibékülni egy helyzettel. Nem majd, hanem gyakorlatilag azonnal. Így van. Elfogadja azt, hogy te a rosszba hiszel, elfogadja a jóba hiszel. Így te van. Tudod, hogy miért. Így van. Ő semlegesen elfogadja. Így van. Nem címkézi meg. Így van, vagy jön egy probléma, akkor nem kezd rajta idegeskedni, hanem azt mondja, hogy hát ez megtörtént velem, biztos van valami oka. Mindegy, de ez van. Ugye ez kell szeretni. De ez nem a nem. Ja, hát például az egyik ilyen ember vállalkozó. Tehát mezőgazdasági vállalkozó. Érted? Tehát ami azt jelenti, hogy ki gondolná egy mezőgazdasági vállalkozóról, érted, akinek nem is kevés földje van, vagy 100-valahány hektár, érted, hogy ilyen típus. Tessék? Hát lisztet nem csinál, de búzát azt termel, igen. És majd az ős búzát. Igen. Jó, tehát mondom, egy hihetetlen jó ember. Te egyébként ismered, Zsuzsi? Bertiről van szó. Kitaláltad? Így van, ő az egyik ilyen ember. Illetve ő a harmadik ilyen ember, ő nem is. Van a fekete is. Mondom, ő a harmadik ilyen ember, akit ismerek, a Berti. Na, akkor már ide jöjjön egy nő is. De ő is férfi, de mondom, nővel még nem találkoztam. Jó, tehát mondom, erre figyeljetek oda, hogy az egót azt nem lehet lecsökkenteni, ha már kialakult, az van, azt egyet lehet, uralkodni rajta. És az egóval kapcsolatban mondtál a múltkor az előadáson egy fontos dolgot, hogy ugye az egó fordítottan arányos az önbizalommal. Tehát annak, akinek van egészséges önbizalma, annak nincs szüksége egóra. Az egó azt pótolja, amikor az nincs meg a másik. És arról is nagyon sok szó esett, hogy ugye hogy lehet az önbizalmat erősíteni, karbantartani, épp azért, hogy az egót egy kicsit sarokba tudjuk szorítani. Csak ennyi. Igen. Jó. No, hát. Köszönöm. Ez jó volt.